Megállapodott a kormány a traumatológusokkal. Már ebben az évben 3,4 milliárd, jövőre pedig 10 milliárd forint plusz pénz jut a fizetésekre, és ezen felül januártól 9,5 milliárd forinttal többet költ az állam a traumatológus ellátásra, mint eddig. Megtörtént az ellátás szerkezetének átalakítása is. A csúcsintézmény az Országos Traumatológiai Intézet lesz. Jönnek a további részletek Fábián Barnától és vendégétől. Köszönöm szépen, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Jó reggelt, miniszter úr! Jó reggelt, kívánok! Ez a 3,4 milliárd idén, jövőre 10, majd következő évben 9,4 milliárd. Mire fordítható? Személyi feltételek biztosítása, a tárgyi eszközök? Traumatológiai ellátás javítására, ami azt jelenti, hogy lehet egy világos, kialakított struktúrában fejleszteni a kubatúrát, eszközöket, műszereket, lehet rendezni, emelni, inkább úgy mondanám, a traumatológiába dolgozók fizetését. Emögött jelentős előkészületi munkálatok vannak. Tavasszal kezdtük el az öt nemzeti programnak megfelelően áttekinteni a traumatológiai ellátás helyzetét, és ennek megfelelően az a struktúra látszik ideálisnak, hogy az Országos Traumatológiai Intézet van a Magyar Traumatológiai Ellátás Központjában, epidemiológiai módszertani tudományos kutatási központként működik, és körülötte van egy hálózat, aminek a második lépcsőjét, a progresszivitás második lépcsőjét három regionális centrum képezi, akik összefogják a 19 megyei traumatológiai osztályait. Ez egy teljesen világos struktúra, ami lefedi az országot. Nyilvánvalóan, ha a struktúrát meg tudtuk határozni, meg tudjuk határozni a tevékenységet is, meg tudjuk határozni a finanszírozást is, és valóban úgy, ahogy a bevezetőben elhangzott, a traumatológia szakmai grémiumaival, illetve az orvosi kamarával is végig tárgyaltuk a jelenlegi helyzetet, az átalakítás irányait, és teljes összhangban javaslatot tettünk a kormánynak, a kormány pedig ezt a döntést hozta. Miniszter úr, a betegek mit fognak ebből érezni? Hát a betegek azt fogják érezni, hogy az ellátás szervezetté válik, de ha már az ellátásról beszélünk, akkor meg kell említeni két megelőző progresszivitási szintet, az alapellátást, ahol a csoportpraxisok átalakítása, fejlesztése elindult. Már lezajlott egy pályázat 5,5 milliárd forint végső határig, megindítottunk egy 5 milliárdos fejlesztést. A mentő fejlesztése ugyancsak rendkívül jelentős volt, új mentőállomások, felújítások, gyakorlatilag megújult gépkocsi park, fizetések, digitális irányítórendszer, tehát a betegnek az eljutása a most kialakítandó traumatológiai ellátóhelyekre sokkal gördülékenyebb, sokkal gyorsabb, viszi magával a beteg a legrövidebb időn belül az összes adatot, a sorbaállás várhatóan csökkenni fog, az ellátás színvonala pedig javul. Miniszter úr, a sürgősségi ellátás átalakításánál melyek a tapasztalatok? Most már van idő visszatekinteni. Hát a elektronikus egészségügyi felhő tökéletes lehetőséget biztosít, hogy ennek az évnek a tavasza óta monitorozzuk azt, hogy a 73 sürgősségi osztályon mi történik. Tudjuk kontrollálni a munka minőségét, folyamatosságát, várakozási időt, tudjuk mérni, figyelni azt, hogy a triás rendszer hogy működik. Úgy, hogy erről jelentős diszkuszió volt az év elején, a rendszer nagyon jól működik. Hozzáteszem azt, hogy soha nincs az egészségügyben ideális állapot, soha nincs kánoán. Fejlesztjük a sürgősségi rendszert is. Ha már megtetszett kérdezni, akkor megemlítem, hogy 900 millió forinttal támogattuk az idén a sürgősségi ellátórendszert. A család és gyermekorvos közösségek egy új pályázatot vehetnek igénybe. Ha tudom, most a második körben 5 milliárd forint. Ez pontosan mit jelent?
Azt jelenti, hogy elsősorban a csoportpraxisok, praxis közösségek kialakítása a cél, tehát pályázhatnak családi orvosok, családi fogorvosok, megadott keretösszegen belül, reményeink szerint legalább 5-en egy járásból, vagy egymás melletti járásokból. Ennek a pályázatnak a célja az, hogy tudjunk eljutni a diagnózishoz lehetőleg ott, ahol a potenciális betegek laknak, emellett pedig van egy nagyon jelentős második szándék is. Egyrészt a különböző orvosi tevékenységek összehangolása, dietetikusok, gyógytornászok, iskolaorvosok, nem akarom folytatni, és ezen túlmenően pedig kimondottan a megelőzési szempontrendszer keringési betegségek esetében, daganatos betegségek esetében, a szűrésekre való mobilizálás és az egészséges életmód kialakítása elsősorban a gyermekeknél, de az egész magyar népességnél. Miniszter úr, hogy áll a elektronikus felhő további lépése, hiszen a magánintézeteknek vagy magánfogorvosoknak is hamarosan fel kell tölteni az adatokat, nyilván szigorúan titkos, hát hogy is mondjam, személyes adatok kivételével. Jelen pillanatban 10 000 szolgáltató van az elektronikus felhőbe. 25 000 orvos, 13 000 gyógyszertár, minden nap körülbelül 800 000 elektronikus recept fordul meg a rendszerbe, 200 000 ellátási esemény, 200 000 beteg dokumentum és a többi. Január 1-től azzal, hogy a magánorvosok, magánfogorvosok is csatlakoznak, 25 000-re emelkedik a szolgáltatók száma, tehát ez rendkívül jelentős előrelépés, nagyon nagy szervezési feladat, viszont teljessé válik a digitális tér, ami azt jelenti, hogy az adatok mindenhol az ország bármelyik helyén, bármelyik pillanatban azok számára elérhetővé válik, akik a beteg érdekébe fel tudják használni. 2020. június 1-ig kompletté válik a digitális rendszer. A szűrővizsgálatok lenne az utolsó kérdés, miniszter úr. 3-mal indultunk, hogyan tovább? És arról mit lehet eredményként mondani? Nagyon sokféle szűrővizsgálat van. Itt is nagyon pontosan kellene beszélni, de a közbeszéd szűrésnek gondol mindent, ami a korai diagnosztika definíciójába tartozik. Szűrésről akkor beszélünk, ha megvan a módszer, az eszköz, a betegség gyógyítható, központilag szervezett, finanszírozott, behívás, visszahívás és nagyon sok egyéb szempont. A daganatok esetében ez 3 szerv esetében lehetséges: emlő, méhnyak, illetve a vastag végbélrák. A világon mindenütt így van. Magyarországon is így van. Elindult a múlt év végén, novemberben a 3. szűrési rendszer, vastag végbélrákok. Több mint 360 000 beteg kapta meg a behívót, több mint 100 000-en beküldték, és több mint 8 000 beteg esetében további vizsgálatokkal lehet kizárni vagy megerősíteni a diagnózist. Miniszter úr, köszönöm szépen! Én is köszönöm.